A törvényeket az ellenzéki pártoknak is be kell tartaniuk, így reagált Gulyás Gergely az ellenzék adatgyűjtési botrányára. A miniszter úgy fogalmazott, a rendőrségnek az a dolga, hogy tisztázza az ügyet. Még kedden indult nyomozás választási csalás és személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt. Nyilvánosságra került fotók szerint ugyanis felmerült a gyanú, hogy az ellenzék adatbázis építésére használta a választók adatait, ami a törvény szerint tilos. Szerda kora este jelentek meg a rendőrök Pikó András ellenzéki polgármester jelölt 8. kerületi kampányközpontjánál, egy nappal azután, hogy a rendőrség nyomozást indított választásrendje elleni bűncselekmény, valamint személyes adattal való visszaélés gyanúja miatt. A 8. kerületi ellenzéki polgármester jelölt a szerda esti házkutatással egy időben telefonon nyilatkozott az ATV-nek. Azt mondta, szerinte politikai nyomásról van szó. Rettenetesen szomorúnak gondolom azt, hogy egy nyilvánvaló rágalom, egy politikai rágalom miatt a rendőrséget ilyen politikai célokra használják fel. A törvénysértés gyanúja azután merült fel, hogy a Magyar Nemzet nyilvánosságra hozott egy fotót, amelyben az ellenzék józsefvárosi kampánycsapata látható, előttük számítógép és az aláírás gyűjtőívek. A Magyar Nemzet a fényképre hivatkozva azt írta, az ellenzék törvénytelen adatbázis építésre használhatja fel a választók személyes adatait, azokat, amelyeket az aláírásgyűjtő időszakban megszereztek. A kép, amely miatt a nyomozás elindult, nem az egyetlen, amely kérdéseket vetett fel az elmúlt napokban. Erzsébetvárosból is nyilvánosságra került egy fotó, amelyen az Origo szerint úgy tűnik, mintha az egyik aktivista lemásolná az adatokat az egyik ajánlóívről a másikra. Szintén az Origo adott hírt arról is, hogy a Pest megyei Üllőn induló ellenzéki jelölt azzal dicsekedett saját közösségi oldalán, lefotózta az ajánlóíveket, hogy elkerülje a választási csalást. Csak hogyan hatályos jogszabályok szerint az ajánlások másolása és így az azon szereplő adatok rögzítése is tilos. Pikó Andrásék mindvégig tagadták, hogy törvénysértést követtek volna el. A polgármester jelölt azt mondta, hogy a számítógépek csak ahhoz kellettek, hogy ellenőrizzék, megvan-e mindegyik ajánlóív. Saját bevallása szerint ezekért a számítógépekért ment a rendőrség, csak hogy azok többnyire magántulajdonban vannak. A laptopokat keresnek, de azok a laptopok vagy itt vannak, vagy nincsenek, ugye személyes dolgokról van szó. Pikó András egy lapinterjúban később azt mondta, két számítógépet foglalt le a rendőrség, az egyik udvarhelyi tesz a kampányfőnöki, a másik egy önkéntesi. Ezek az emberekért én tűzbe teszem a kezem. Az ellenzék főpolgármester jelöltje Karácsony Gergely a rendőrségi eljárás ellenére is kitart amellett, hogy a 8. kerületi ellenzéki stáb mindent törvényesen csinált. Pontosan tudom, hogy semmit nem csináltak, ami törvényellenes vagy erkölcstelen. A miniszterelnökséget vezető miniszter cáfolta az ellenzék felől érkező vádakat, miszerint politikai megrendelésre indult volna az eljárás. Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy a nyomozás a józsefvárosi választási iroda feljelentése alapján indult. Egy normális szakszerű eljárás zajlik, a törvényeket mindenkinek be kell tartani, és külön sajátos, hogy azok az ellenzéki pártok, akik alap nélkül ilyen vádakat szívesen fogalmaznak meg, akkor, amikor kézzelfogható bizonyíték van az ő ilyen jellegű tevékenységére, akkor kevésbé kritikusak. Gulyás Gergely az ellenzéki főpolgármester jelöltről azt is mondta, Karácsony Gergely nem lenne képes együttműködni a kormánnyal Budapest érdekében, ezért alkalmatlan városvezetőnek. Az, hogy Karácsony Gergely erre láthatóan és előre rögzítetten nem képes, az semmi más nem bizonyít, mint hogy ő alkalmatlan a főpolgármesteri tisztségre. A miniszter szerint, aki alkalmas főpolgármester jelöltnek, az együttműködést keres, aki alkalmatlan, mint Karácsony Gergely, az elutasítja az együttműködés lehetőségét és hadállásnak tekinti a főpolgármesteri tisztséget.